mindennapi életbe simán be tudok illeszkedni. Lelkileg mindig erős tudok maradni, mert az önmagamba vetett hitem soha nem hagy el. A gyermekemet mindenhogy tudom támogatni 100%-ban a mindennapokban, ugyanúgy, mint bármely édesanyja. Kevés idő jut mostanában magamra, de ezt egyáltalán nem bánom, sportoló vagyok, így szoktam meg. Sokan felajánlják a segítségüket, például amikor hordozóba viszem a babát, és egy nagyon meredek emelkedőn megyek fel, és mindig szépen megköszönöm, hogy nincs szükségem segítségre, úgyhogy persze fel. De tartok attól, hogy a sportolói pályafutásom esetleg a családom rovására megy, de ha így alakulna, akkor sem félnék, tehát hogy elégedett lennék ettől még. Egyáltalán nem hátráltatott szülés közben és terhesség alatt sem az, hogy én fogyatékossággal élő vagyok. Kiváló terhességem volt, minden kismamának ilyet kívánok. Nem tartottam attól, hogy fogyatékossággal élő lesz a kisfiam. Mostanában egyre nehezebben fogadom a támadásokat, mert a kisfiamat érik elsősorban. Rajta keresztül próbálnak fogást találni rajtam, de majd ehhez is hozzászokom és megerősödöm, és ugyanúgy le fog peregni, ahogy én szoktam kapni a támadásokat.